Albert, te nem tudom, miről szoktál álmodozni így autóvezetés közben, szabadidődben, tehát egy ilyen felelős pozícióban esetleg helyi gyülekezetek ébredéséről, vagy helyi ébredésekről ennek mintájára? Vagy hogyan gondolkodsz? Azt gondolom, hogy sokszor követünk el hibát, amikor mintákat akarunk utánozni, ahelyett, hogy a Szent Lelket követnénk. Nagyon sokszor, mivel a Szent Lélek Isten, és úgy cselekszik, ahogy akar. Cselekszik valahol, valahogy, aztán szeretnénk azt a mintát követni, és azt gondoljuk, hogy akkor ébredés lesz. És csalódunk. Tényleg látható, hogy több helyen nagy gyülekezetek vannak hatással városokra, országokra, akár nemzetekre. Magyarországon én mégis azt gondolom, hogy akkor lehetne egy nagy gyülekezet, egy ébredés középpontjában, ha megfelelő alázat lenne abban a gyülekezetben. Nem szeretném magunkat kritizálni, de talán mi magyarok nem egészen hasonló jellemmel bírunk, és ha a mi gyülekezetünket, a mi szolgálatunkat megáldaná az Isten, akkor lehet, hogy kissé büszkébbek lennénk, mint kellene, kissé jobban lenéznénk a többieket, mint kellene, mert abszolút nem kellene lenézni a többieket, hanem magunknál különbnek kellene tartani. Na most én azt látom, hogy mi szeretnénk, hogyha ébredés lenne, de annak az ébredésnek a kiinduló pontja a mi mozgalmunk, a mi kegyességünk, a mi irányzatunk lenne, Isten pedig nem ezt akarja. Én azért, hogy az álmokra visszatérjek, nagyon sokszor azt látom, amikor becsukom a szememet, és a missziónk alelnöke szokta mondani, hogy talán ki se kellene nyitnom a szememet, de hát egy vezetőnek azért mégiscsak néha ki kellene nyitni a szemét. Mert amikor becsukom a szememet, és nagyon sokáig tüzeket láttam, Magyarország térképét, és nagyon sok kis föllángoló, föllobbanó tüzet, parazsat láttam, és azt gondolom, hogy talán a magyarországi ébredésnek valami hasonló útja lesz, hogy sok kis imádságháza, sok kis ökumenikus imakör, sok kis gyülekezet, amelyik lelkesedik Krisztusért és az országért és az elveszettekért. Én azt gondolom, hogy talán így jön el az ébredés Magyarországon. Persze a Szentléleknek meghagyom a szabadságot.